Jó reggel, Vietnám üdv a csatornán, sziasztok gyerekek, Keeper jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos videósorozattal. A srácok, annyi történt egyébként, hogy elhoztam a bolttól a dollit, meg még ráadásul bepakoltam megint a 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 raklapot. Szóval ennyivel előbbre vagyunk, viszont el kellene kezdenünk karatni. Egyébként szerintem ma is egy ilyen kis nyugis gameplay lesz, lassan ugye végzünk ezzel a seasonnel, ugye? Az ezelőtti résznek gyakorlatilag az volt az index képén, hogy vége az első seasonnek, néhányan szerintem meg is rémültetek, hogy mi a francról beszélek, igazából nem kell megijedni, csak annyi az egész történet, ugye, hogy amint a tyúkokkal végzünk, mármint ezzel az ollal, akkor ugye ezt a seasont úgymond abba hagyjuk, és igazából az arról fog szólni, hogy költözés lesz, más projektbe fogunk belefogni. És akkor így külön seasonökbe tudom csoportosítani, vagy tudjuk csoportosítani ezeket a részeket, vagyis ennek a sorozatnak a bizonyos részeit. Na és látszok, itt bele is vágok a lecsóba, ezt megküldöm keresztbe, ezt a járművet. Aztán utána már el is indíthatom ugye a John Deere-t is. Na, nagyon, nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyi fog lejönni ebből a földből. Mármint, hogy mennyi pénz. Egyébként van még 500-rünk, ami tök jó. Ami tényleg belegondolok, akkor tök jó. Várjátok, hát mit tabolok már? Mit tabolok? Hát nem lehet itt tabolni. Itt már komoly dolgok vannak, gyerekek. Úgyhogy indítunk egyet, kinyitjuk az aratószerkezetet, és már is indítom. Valószínű, hogy jajajajajaj, itt igen, igen, itt ezt mindig ezt csinál, igen, itt miért csinálja ezt? Oda nézzetek, ebben maradt búza. Hát hogy? A tökben maradt búza, nézzétek már meg. Oda nézzé, ott van a... Hogy sikerült ebbe búzát hagyni a keepernek? Mert látom, hogy benne van. Nem hiszitek el, komolyan mondom, hogy ez mindig sikerül. Oda nézzetek, ott van benne, és nem is szereti egyébként csinálni ilyenkor. Hogyan sikerült ebbe búzát hagyni a képernek, ha? Hogyan sikerült, srácok? Na, kíváncsi vagyok, hogy mennyi pénzt fogunk termelni, van még 500 000-ünk, abból ugye gyakorlatilag meg tudjuk venni azokat az eszközöket, amiket akarunk, és eszközpark szempontjából konkrétan akkor végeztünk. Annyit kell megcsinálni, hogy 10 darab csirkeólat ugye megveszünk, és lesimítjük a területet, és akkor konkrétan vége van a szezonnak. Ezen a héten mindenképpen fogunk vele végezni, és akkor a csirketelep az elkészült. Egyébként, nagyon gyorsan tellenek ezek a kombájnok. Meglepően gyorsan. Csapjuk neki, pénzt kellene csinálni, annyi, hogy időt pörgetünk valószínűleg addig, hogy a szója az jól eladható legyen. És most meg akarok próbálni olyat, hogy azt az átrakó kocsit azzal a nagy készíhával meghuzingáljuk meg. Kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog működni. Egyébként írtátok, hogy ez miatt a szervíz út miatt, ami itt van, valószínűleg ezt érzékeli objectnek, és emiatt nem fordulnak ezen a felén normálisan a kombájnok. Úgyhogy lehet, hogy majd föl fogjuk szedni előbb-utóbb. Ugye saját földön 2500-ért megtehetem. De majd meglátjuk, gyerekek. Az meg valószínű, hogy egyébként vissza akar tolatni teljesen. Képes rám, gyerekek. Nem. Fordulni akar. Jó van. Vajátok. Kicsit megelőzöm. Talán. Jó van, oké. Forduljál, testvérem. Induljál meg szépen. Én meg lehúzom azt a maradékot, amit ott hagyott, még vissza is akar tolatni. Ja, egyébként ezeknek a földeknek az lenne jó, ugye, hogyha lenne a végén egy olyan kifutó rész, ahol ők tudnak fordulni. Aztán miatt egy kicsit így problémás nekem. De hát jó van, oké, ebből kell gazdálkodnunk, teljesen nem akarom átalakítani a területet, bár ugye az átalakítás ez nem is lenne olyan nagyon vészes. Na gyerekek, ezt megküldjük visszafele, és akkor bőven elég lesz neki a forduló rész. Induljon is meg a munkással, mi nekünk meg van egy csomó dolgunk, srácok. Például ezzel a fast track-kel vissza kellene csapatnunk. Ugye? Úgy gyerekek, nagyon kíváncsi leszek, hogy fog ez működni. Na, ezzel a fast track-kel vissza kellene csapatni, és a gyári műtrágya szórót megvenni, meg még egy fast track-et venni. Arra gondoltam, hogy szerintem jó ez. Attila egyébként írta,
akivel már találkoztam személyesen is, hogy nagyon nem túl élethű, életszerű, ugye, hogy egyik az elején permet, az a másik hátul meg szórja a műtrágyát. Hát nem tudom egyébként. Én el tudom képzelni, hogy ezt a valóságban is csinálják, mert igazából miért zárnák ki egymástól kettő, nem? Ha belegondolsz, szerintem ez nem kizáró ok ez a kettő dolog. Egyébként itt lehet, hogy meg fog akadni a gép, ugye félreállok a fast track-kel, és akkor irányba is fogom állítani a New Hollandot. Ezt meg is állunk, itt meg ugye esélyes, hogy szokott olyat csinálni, hogy megáll. Bár lehet, hogy most ugye a búza miatt állt meg. Maradt benne egy kis búza. Nem tudom, hogy a francban maradt ott búza, gyerekek. Ezt nem nagyon értem. Viszont ahogy látom, eléggé előre haladott állapotban van a dolog. Az aratás, úgyhogy jó lenne. Nekünk nem kell a dolly, várjál már, nekünk nem kell a dolly. Úgy. Megint megnézzük. Igen, igen, valószínű, hogy igen, meg is állt. De mi? Maradt benn búza? Ennyi búza maradt benn, gyerekek? Hogy miért állt már megint ez? Ha? Srácok, ez egy valító. Az, amiatt állt meg megint? Valahol van ebbe búza? Hát tesz szarok neki. Ennyire szarul... vetettem volna, vagy valahogy... Hogy került ide bele? Vagy miért most miért állt ez meg? Nagyon nem tudom felfogni, hogy mi történik ezekkel a gépi munkásokkal. Na, megindítjuk arra fölfele, ott ezt az ifát el kellene vinni az útból, mert ott van. Okay. Jó. A John Deere az valószínűleg icipicibe előbb telik. Valaki írta egyébként, hogy a teljesítményt nem kell nézni ezeknél a kombájnoknál, úgyhogy feleslegesen nézegetem őket. Én nem vagyok ebben tökéletesen biztos. Már csak azért, mert ugye, hogyha ilyen dimbes-dombos vidéken fogunk aratni, ugye benne van a rea mód, aminek köszönhetően elképzelhető, hogy el fognak kezdeni rúgni a kombájnok is, mivel ugye van önsúlyuk, meg ugye kerül rájuk anyag is, és emiatt elképzelhető, hogy szükség van arra, hogy nagy kombájnokkal csináljuk a dolgot. Gyerekek, 65% meg 55%, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez képes-e arra, hogy el fogja vinni ugye tele. Elképzelhető, hogy nem. És a reamódnak köszönhetően ugye elképzelhető, hogy nem. Mivel elég keményen csökken a sebességünk már most látni. Hol vagyunk? Ott van, ott megy a John Deere. Ugye arra kell figyelni ennél viszont, hogy mindenképpen igen, így tudunk csak ráállni, mivel ez a nagy, rettenetesen nagy lap, amit tetőnek nevezhető object, ez blokkolná a másik oldalról a dolgokat. Na gyerekek, erre kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog működni. Volt olyan, aki írta egyébként, hogy az átrakókocsit azt nem így kellene használnom, hanem azt kellene csinálnom, hogy a földgégében elég lenne, hogy ürítsenek a gépek. És az a baj, nem nagyon akarom őket kiszedni, tudod, azt emiatt nem gondolkozok ebbe. Egyébként egész jó, még nagyon jó bírja, amit elég jól gyorsulunk, elég jól ugrik. Hát 10 alá esik a sebességünk, akkor van baj, mert ugye akkor nem nagyon fognak üríteni a kombányaim. Egyébként elég gyorsan le fogjuk aratni azért ezekkel a gépekkel szerintem. Az ifát nem vittem el, gyerekek, úgyhogy várják. Igen, gyorsan. Gyorsan, ifa, menjünk orébb. Valahogy olyan helyre kellene raknom, ami már nem zavaró. Ide rakjuk, gyerekek. És már egyébként jöhetnének a vetők, ugye? Konkrétan. Na, gyerekek, nézzük meg, mennyibe megy. Hát már csak 17-tel megy, pedig még csak 11 ezer van benne, mondjuk 21, talán jó lesz. Kíváncsi vagyok, mindenképpen tesztüzembe megy az egész most. Ugye ennél erősebb traktort konkrétan nem tudunk modolatlanul venni, meg ennél nagyobb tapadással rendelkező, és szerintem, mivel ezek a gumihevederek azért eléggé jók tudnak lenni. Ja, jó kora van, de egyelőre ugye nem pörgetek időt, mert majd az árakat meg kellene néznünk, gyerekek. Jó, ő is ürítsen. Egyébként egész jól működik eddig, szóval eddig még nincsen semmi probléma. Jó nagy nyílás van a tetején, szóval lehet itt
variálni, hogy hogy állsz ide, szóval ezzel se lesz gond. Gyerekek, olyan esőre álló idő van, nem pedig nem mond esőt, lol. Kezdi, nem mond esőt a hülye. Itt beszélsz, Keeper. Elég furcsa, na jó, van, oké. Meg is álltunk, nem baj. Elég furcsa az irányítás ennek az átrakónak. Mivel ugye, hogyha főleg ilyen törzscsuklósnál tök ellentétesen fordul, úgyhogy roppant érdekes. Kicsit zavaró, mert ugye a segéd tója, amint én elkezdem erre húzni, a segéd meg fordítja arra kifele, szóval amikor itt ki akarsz valami mellől állni, akkor konkrétan neki húzza az átrakó kocsinak a segéd, annak az objektumnak, ami mellett állsz. Úgyhogy ez nem egy olyan nagyon baráti dolog. Kirovetszet kellene visszaugratnunk, gyerekek. Igen, és akkor kellene vennünk, ugye, még egy ilyen vetőt. Nekem ez a kondorvető, ez így nagyon bejön, úgyhogy valószínűleg, hogy ezzel a kondorvetővel fogjuk veretni, nem fogok másikat venni, nem akarok nagyobbat venni, jó, srácok? Úgyhogy bocsi, de ez így lesz. Meg sem nézem az árát, már a gyerekek nem kell nézni, mert nagyon jó vagyunk. Kellene szilárd bűtrágya. Oké, okay, úgyis majd kell, meg kellene akkor raklapos mag. Oké. Okay. Nézzük meg, hogy állnak a ízek. Jó, oké, okay, van egy kis időnk. Kondorvető jöd, és akkor meg is indíthatjuk, és gyorsan le is tudjuk vetni. Gyerekek, azért már egy kicsit így felpörögnek az események, nem? Hogy milyen gyorsan tudod csinálni a dolgokat. És ezért gondoltam azt, hogy azt kellene csinálnunk, hogy a szalmát nem gyűjteli, nem csinálni rendezett százszórást, hanem igazából itt nem gyűjtünk szalmát, hanem csak annyit csinálunk, hogy ezt learatjuk, elvetjük, beordjuk a csirkéknek, és utána akkor ez ugye sokkal gyorsabban megy ez az egész folyamat. Én ebbe gondolkozok egyébként. Lehet, hogy megorroltok érte, hogy most a szalmát az gyakorlatilag rajthagyom a földeket. Egyébként azt hiszem, hogy van egy olyan mód, hogy trágyának beleszámít, hogyha rajthagyom a földön. De javítsatok ki, hogyha nem így van. De úgy emlékszem, hogy írtatok olyat, hogy van egy ilyen mod, modifikáció. Mert igazából a valóságban is ugye, hogyha rácsapatod a földre, akkor az valamilyen szinten tápanyagnak minősül a földön. 84 szóval még bazza kell vennem egy ilyet. Még kell vennem egy ilyet. Jó, és akkor igazából Nigruskaja nagyon jó megfogalmazta, mondott egy szót, ami nekem nagyon tetszett, hogy konkrétan dedikált gépek lesznek a csirketelepen. Konkrétan ugye minden egyik gépnek meg lesz az eszköze, és ezt ne se kell akasztani soha, és ennek szerintem így van igazán értelme, meg így tök jó. Ezt a piros kirovetszet azt itt is hagyom, és lehet, hogy meg is fogom indítani, csak az a... te meg is indítom, gyerekek. Mert igazából oké, hogy a szélét nem fogja normálisan lehúzni, de azt utólag is letudom. Bár azt meg ugye meg tudjuk csinálni majd a másik gépen, jó lesz az érzel. Na gyerekek, akkor ezt ki kellene nyitni. Hűha. Be kéne csukni, mert egy kicsit rossz helyre nyitottam, srácok. Kicsit széles, aztán nem nagyon vágom, hogy meddig megy ki. De most talán eltaláltuk, ugye? Aha, most azért sikerült eltalálni. És akkor mehet is a vetés, úristen. Na játok, ez azért nem rossz dolog, hogy így instant tudod vetni a dolgokat. És ugye búzát kell vetnünk természetesen. Mert itt ezen a földön, ahogy beszéltük, akkor ezek után nem is fogok más termelni, csak búzát folyamatosan. Úgyhogy ez így fog felépülni, srácok. Egy kicsit még kimegyek a szélére. Úgy. Aztán adjál neki Sanyi, mert a búza bele, mint az őrült. Oké, okay. Akkor ki kellene hozni a másik kirovetszet, és akkor ezután le se lesz szakasztva róla, ugye. A kondorvetők azok benne rá fognak nőni a kirovetszekre. És a kettő kondor meg a kirovetsz fogja vetni mindig a földet így az aratás után instant. Oké, okay, gyerekek, szuper. Ez meg ugye jöhet erre, várjátok? Aha, az az íző, az nem jó helyen van, az a... ez. Úgyhogy lehet, hogy még pont elférne, de inkább húzzuk egy kicsit beljebb. Gyerekek, itt tart az aratás, hallod?
Ezt nem hiszem el. Ez nagyon durva. És ezt komolyan mondom, hogy ez nagyon durva. Hogy konkrétan mindjárt végzünk az aratással. Most kezdtük a videót. Hol? Hány perc telt el, gyerekek? Ez epic. Ez nagyon epic. Ez nagyon durva. Ez most így, hogy így ezzel így szembesültem, hogy konkrétan most kezdtem az aratást, és mindjárt végzünk. Sőt, már mindjárt a vetéssel is végzünk. Ez nagyon durva, gyerekek. És ez tényleg annak köszönhető, nem csak az, hogy nagy gépek, hanem főleg akkor lesz jó, ugye most még itt vigyordnom kell azzal, hogy ugye felakasztgattam a gépekre, amit kell, de ugye akkor lesz nagyon jó, hogyha tényleg dedikált gépeken rajt lesznek a dedikált eszközök, és akkor úgy helyezem el őket, hogy instant tudjam kihúzni a földre. Szóval nem fog. Az a baj, ezt olyan nem sikerült időre átolatnom, úgyhogy egy kicsit kijebb kellene vinnem. Inkább húzzuk kétszer. De most meg mondjuk mennem kell üríteni, úgyhogy mindjárt gyerekek, mindjárt. Az a baj, hogy így egy picit visszajárok ide. Így, igen, megtelt a magtár, jó van, megyek gyerekek. Kinek telt? Meg őnek kitelt meg először. Srácok. Egész jó elrángatja ez az IH. Igaz, még csak 23.000 liter van benne. Nem tudom, az eladóhelyre be fog-e férni. Ez ugye lehet, hogy egy kicsit bajos lesz. De ugye ezután semmiképpen nem fog... Mondjuk át tudom rakni a másikba. Mindenképpen csak izét fogunk ugye búzát, úgyhogy ebbe, hogyha berengedjük, akkor egyből mindig menni fog a tyúkokhoz, szóval nem lesz annyira veszélyes a móka. És a másik pótot az valószínű, hogy el is fogjuk adni. Gyakorlatilag lecsupaszítjuk ezt a területet. Ezt én beállok ez elejé, hogy álljon meg. Úgyné. Nyugodjál meg! Allor, mit csinálsz? Barátom! Folyamatosan írja, hogy akadályozza az objektum. Nem akartam, hogy forduljon a föld végébe, de most nagyon beizgult a gyerekek. Ilyen izai van, lowrider. Jó van, öcsi! Jó van! Mindjárt megyek, nyugodj meg! Másik meg 66%-on van. Tök jó egyébként, ezzel el tudjuk bírni ezt a... Ezzel a traktorral, meg ezzel az átrakó kocsival szerintem így megfogtuk az Isten lábát. Jó nagy, hogy egyébként a búza ugye sokkal nagyobb hozamot fog termelni. Úristen! 34%-os slipünk van, gyerekek. Jaj! Mikor keresztbe húztam főleg. Azért itt azért vannak bajok, gyerekek. És még csak 36.000 liter van benne, lehet, hogy a gyárit kellene megvennünk, mert az csak 70.000 liter. 70.000 liter, igen. Azért ezt szerintem telerakja, akkor ezt nem kell elhúzni ennek az IH-nak. Viszont az aratásunk nagyon jól áll, sajnos, amikor a vetés az hogy áll? Szerintem az megállt, gyerekek? Hogy mit csinál? Megállt. Ó, bazze! Ó, bazze! Keresztbe ilyen tök hülyén keresztbe szedi a kormányt, és ugye amiatt nagyon szarul ez... Nagyon szarul működik, nem lesz jó. Nem lesz jó, gyerekek, ez az átrakókocsi, ez szar. Valószínűleg meg fogom venni a gyárit. Leginkább a reamód miatt ugye rossz, de hát... Akármi miatt is rossz, hogyha rossz, akkor rossz, gyerekek. Ó, hát előbb is megállattál volna, barátom. És meg... Jaj, megy! Jó, végre. Ő is elkezd limbózni. Ja, hát ez nem lesz jó, ezzel nem leszek kisegítve ez az átrakó kocsi, hogy nem fogjuk tudni elhúzni. Hú, gyerekek, mi jó, hogy nem a 200-tonnásod vetted meg, more. Nem tudom, mire szavítottam. Ja, izével kell csinálni valamit mindjárt a vetőkkel. Ezt leürítem, aztán mennek a vetőkkel, srácok ezzel. És az a baj ugye, hogy fordulsz, akkor konkrétan a segét meg tolja ki. Meg hát nem nagyon akarja húzni. Mindjárt várj, csak vetőt kell, viszont kell működtetnem, mert ez így bajos. Ez itt úgy gondolja, hogy végzett, ugye le kell húznom mindenképpen majd. A fő célit. Jó. Oké. Ennyi, barátom. A másikat meg keresztbe meghúzzuk, aztán jó lesz a gyerekek. Oké. BV.
Isten áldjon, mehetsz. Várjál, álljál meg! Ne szólj a babot, mert ma megint majdnem izé lett belőle, szólj a bab. Búza! Majdnem sikerült ecsesznem. Ugye, hogyha ezt a széle le van húzva, akkor jól működik utána. De valószínű, hogy emiatt a szervizút miatt, ugye ezt ilyen objektumnak tulajdonítja, vagy annak gondolja. És emiatt valószínűleg, hogy megakad. Csak az a baj, ezt felszedem, ez nagyon sok pénz. Mondjuk aztán van pénzünk. Ugye most már csak egy izét kell vennem. Igen, kettő darab műtrágyaszórót, egy darab fast track-et, meg egy darab permetezőt, és akkor konkrétan jó lesz. Írtátok többen, hogy jó lenne ugye, hogy egyszerre sikerülne töltés nélkül ugye megcsinálni ezeket a műveleteket, ugye erre törekedem. Hogy konkrétan egyszer kimegyünk a földre, akkor ne kelljen utána az ifával utána futkozni a gépeknek. Hát ezt valahogy meg kell oldani, hogy minél optimálisabban húzzuk le. Hát, hogy ilyenre gondoltam. Úgy, jó volt. És visszatolatunk, és akkor lehúzzuk még egyszer, mert úgy látom, hogy a fordulás az még őneki. Még őneki nem nagyon fér bele. Egyébként ezek a törzsuklós gépek engem tudnak vadítani. De az én azért is azt vettem mi. A kézt is egy törzsuklósat sikerült bevenni a keepernek. Ugye gyerekek, az a lényeg, hogy fogjuk le a fordulási helyét. Hogyné, körülbelül, ugye? BV. Induljunk. Jaj, bocsánat testvére. Ne tudsz férni? Jó, hát akkor várunk egy kicsit. Nézzük, mennyi van. Szójában 55%, 28%. Az a baj valószínűleg, hogy ki kellene ürítenem. Be kéne mennem a telepre, mert lehet, hogy azt már nem nagyon fogjuk fölvenni. Lehet, hogy azt csinálom, gyerekek, hogy azt kellene. Ki kellene üríteni, átrakni a másikba, mert ezzel nem fogom tudni ezt elhúzni szerintem. Egyébként maga az idő nagyon kicsiszik velem az irányítása, mert ugye, hogyha keresztbe állnak így a kerekei, akkor kezd ilyen extrém nagy slipünk lenni, és amikor ugye egyenesbe állnak, akkor már úgy tök megindul. Szóval úgy nem lenne gond vele, elbírnánk, látod? Csak ugye, amikor fordulsz vele, meg főleg a törzscsuklósnál, ugye fordulásnak érzékeli már, hogyha keresztbe szeded, és jó, elég érdekes az irányítása. Mert bennünk van mondjuk 50 ezer liter, srácok, ezért nem olyan kevés. Ha a piros meg megindul, akkor lehúzzuk keresztbe, és akkor jó, vetni. Gyerekek, nagyon gyorsan megy, tetszik. Azért az jó dolog, hogy ilyen gyorsan megy. Mondjuk itt emelkedőnek. Hát ez nagyon nagy egyébként. Meg ugye a kerekeknek az ellenállása valószínű marha nagy megint. Igen, ebből kéne egy gyárit venni. Ebből kéne egy gyárit venni, úgyhogy ez mindenképpen cserés lesz, srácok, jó? Úgyhogy bocs, de ez cserésnek kell lennie. Egyébként itt meg már elvinné. Úgyhogy lehet, hogy azt csináljuk, de meg nem sok értelme van. Itt meg elvinné, ugye? Például, hogyha eladni meg már tök el tudnám vele, úgyhogy lehet, hogy tényleg azt fogom csinálni most, hogy még rakunk bele. Aztán, várjátok, melyik? Hogy van? 75% a John Deere. Lehet, hogy még rakok bele. Mert akkor legalább el tudnám vinni. Ezt hol ürít? Ja, hol ürít, hülye vagyok? Hát csővel. Csak az a baj, hogy ha csővel ürítesz, akkor meg rá fogok itt cseszni, mert nem lesz ez így jó semmiképpen. Ki kell ürítenem mindenképp, az a gond. A John Deere-t, hogy az tuti. Megvárjuk, hogy visszafordul, és akkor külsőn ideálok kb. És akkor leürítjük. Valahol itt fog elmenni, ugye? Itt kell, hogy elmenjen. Igen, amikor elkanyarodsz vele, akkor így nagyon lekotkod el.
és képes szerintem az a KCIA elásni magát. Egyébként láttam olyan videót, hogy az a KCIA 620 és beásta magát. Meg kéne nézni, mert ez lehet, hogy ki fog menni a földről. Nem fog kimenni? Megcsinálja? Hát veszem, mert olyan lassan tud megfordulni, hogy az őrület. Varítóan lassan. Milyen érdekes, hogy így van megoldva a kombájnoknál, hogy ugye növelik a kapacitást, hogy van egy ilyen kinyitható szerkezet, és konkrétan ilyen extrém nagy pupot rak. Nagyon jó, tetszik. Oké, srácok. Mindjárt megvan az aratás, tök durva, várjátok, mi a szituáció itt? Ja, ő csinálja, de őt megint bazza nem fogom tudni megindítani, mert... Aj, menjünk! Meg kellene előzni azt a csákót. Menjél, nehogy nekünk jöjjön. Nehogy nekünk jöjjön. Bazza neki... majdnem nekem jött, hallod. Jó, és akkor így megindítom, menjen csak. Ő meg. Pont! Pont jó helyen vagyunk. Tökéletes, srácok, tökéletes. A másik meg csak 64%-on van, úgyhogy ebbe bele is fog férni. Kivegyünk föl célére a KCH-val. Hogy mi tök jó durván néz ki, ott megy a íze, ott megy a vető. Dálat. Ez meg vissza akart olatni. Nem hiszem el egyébként ezeket a gépeket. Szerintem nem tudom elhinni, hogy miket művelnek. Ezek a gépek, ezek őrítőek. És meg szállhatok ebbe be, mert ez meg neki meg fog menni a falnak. Oké, álljál meg. Ezt vissza kell raknom elindítani. Gyerekek, nem egyszerű egyébként ezt így koordinálni, nem? Egy több figyelmet kell mindenre, mert különben megvadulsz. Meg valószínű, hogy a Johnny-t azt lehet, hogy nem is fogom vissza... Ja, érje, és jöjjön ki teljesen a Johnny. És le is fogja kettő, így le is húzzák ketten, úgy látom. Oké, mennyi testvérem? A John Deere-t... Ó, hogy mindig rossz oldalon szállunk ki, nem? Azt meg a Keeper fogja vinni. Mert úgyis ezek összeakadnának. És akkor ne akadjanak össze. Egyébként egyik kombányból a másikba tudsz üríteni? És akkor így folyam, hogy tudsz egy ilyen láncolatot csinálni? Az érdekes lehet, nem, sráncok? Na. És pont nem tudod le, érted? Pont nem tudod lehúzni. Jaj, de pont nem. Pont le tudod. Viszont ő meg nem fogja tudni, nem húzza le, nem baj, jöjjön vissza, aztán kész. Akármennyi is van, legyen meg. Azt a másik, ezt kiérek, akkor azt a másik kirovecet meg megindítjuk fölfele. Jó van, gyerekek. Ezt a kirovec mehet fölfele. Igazából ebben a részben szerintem az egész gépparkot meg fogjuk venni, és konkrétan nem kell más csinálnunk, mint 650 ezret. Hát azt meg nagyon egyszerűen össze fogjuk szedni, mivel ugye amúgy is bele kell pörgetnünk az időbe. Konkrétan a következő részbe én már látom, hogy a következő részbe, srácok, itt befejezzük a munkálatot. Úgyhogy eddig tartott. Úgyhogy egy szó szerint a hétvégére tényleg meglett. Na itt ezt el akarom indítani fölfele a mezelre. Csak kicsit bénázok vele. Menjen a Condor 1000-rel! Oké. Mi kell még? Ő végzett, menjünk akkor be vele. És akkor valahogy úgy is kellene lerakni a gépeket, hogy ugye legyen értelme. Mármint, hogy ne az legyen, hogy olyan... Nem tudom, hogy kellene lerakni a gépeket. Hát minél közelebb a vajárathoz. A vetőket valószínű arra az oldalra, a kombájnokat erre az oldalra. Én nem tudom gondolkodni. De egyébként most még ugye üritetni kell őket, úgyhogy a csövek kinyillanak. Oké, okay. Jó, vetnek, gyerekek, nem sokára el lesz vedve az egész. Itt mi történik? Hát azt lehet is veszem, hogy ne itt szerencsétlenkedjünk utána. Bele is kellene ürítenem itt, ide, ne is itt ürítsünk bele, de nem itt ürítünk bele, hanem ott, bent. Mert csoda, hogyha ki fogjuk tudni húzni innen az a KCH-val ezt a dögöt.
És akkor megnézzük, hogy mennyi az annyi. Bab. És akkor eladjuk. És akkor abból is lesz egy kis pénzük, meg tudjuk venni, hogy a valaki, milyen objektum akadályoz, micsodát. Nem hiszed el, már megint ott van a izé. Mi van ott? Mit hagytam ott? A hülye az ifát ott hagyta. Komolyan mondom ezt az ifát. Egyébként ezt megy elalásra, nem? Mindenképpen. Az összes, a kicsi ifa is megy aladásra, meg ez is megy aladásra. És akkor tudom, milyen köd van gyerekek. Legszívesebben belepörgetnék az időbe, csak addig ugye nem nagyon ildomos, amíg itt dolgozol, ugye vetsz. Hát ez az aratás az elég instant volt, ahhoz képest, hogy itt még vinkottunk is közbe. Jó, hát ezeket eladjuk. Valószínűleg egyébként kell hoznom, izét kell hoznom gyerekek. Mindig a izéből kevés, a műtrágyából kevés, de mondjuk azt úgyis meg fogjuk tölteni most ott. Szóval az egyelőre nem kell. Az ifád viszont lehet, hogy vissza kéne ugratni, meg ezt a másik műtrágya szórót. Ezt visszaállítjuk, ezt eladjuk. Az ifát visszaállítjuk. Oké. Mi az, ami még nem kell? A kicsi ifa. Mondjuk a kicsi ifát egy kicsit sajnálom. A kicsi ifát lehet, hogy megtartom már, akármikor lehet, hogy szükség van rá. Most egy ilyen pici, nem tudom, jármű azért elfér itt valahol a tiesztelep környékén, ugye? Én úgy gondolom azért nem lesz az olyan rossz. Gyerekek, mentek egyet, mert megint olyan töltögetéses akadáson, azt nehogy az legyen, hogy beszívjunk itt a dolgokkal, jó? Jó, mert úgy látom, hogy vetnek ezek ezerre, ugye el lesz vetve a föld. Ebben a részben el lesz be. Ebben az részben egy gyerekek, egy rész alatt vetsz aratsz. Már annyit meg tudsz csinálni, és ez tök jó, hogy nekem most örülünk. Jó, ez mi állítsuk meg. Nézzük itt a dolgokat, ezt behozom. Beugratunk vele, vagy bejövünk vele. Kiürítünk, és akkor eladjuk a babot. És akkor 261 ezer, abból még lesz egy csomó zsetonunk, ugye a babból is. És akkor meg fogjuk venni a maradék, az összes eszközt megveszem ebben a részben. És akkor körülbelül egy olyan 1 millió össze fog jönni szerintem a következő részbe. És akkor megveszük az összes csirkeollat, és hogyha lesz időnk, akkor meg is csináljuk a tereprendezést, és season vége. Kész van a csirkefarm. Meg igazából, jó, valaki írta egyébként, hogy hát ezek az a baj, hogyha nagyon távol veszek alkalmatosságot, ez nem lesz jó. Mert ugye csak egy oldalról lehet ezt tölteni. Ha nagyon messze veszek földet, akkor mindig el kell majd mennem minden géppel oda. Nem. Rosszul, úristen, hallott, hogy megrúgott? Figyeld. Elindulás. Pörögnek ám a izék, emederek. Szerintem ki is megyek egyből az útra, mert inkább lehet, hogy ott kéne közlekednem. Vagy pedig valami barom nagy ívbe menni, de nem jó kultivált területen rá sem merek menni. Ránézni sem merek, ha játszod. 100%-os izé motorlód, meg a Slip 13, így jelens be, de ugye a kultivált terület az mindjárt rosszabb lesz, figyelj, vagy az elvetett. Nem, a izé, ez nem kultiváltnak számít, hanem betettnek, ennek ugyanaz körülbelül. Jó gyerekek, menjünk. Kiérek ide az aszfaltra, itt azért megindul ám, itt tök jó. Ugye itt 0% slippel tudunk menni. Úgyhogy itt viszont 10 éve tudja vinni 40-ne, szóval nem rossz ez. Búzával ugye sokkal több fér bele, az egy kicsit bajos lesz. Meg rohadtul kell szokni az irányítását ennek a kocsinak. Ugye gyerekek, slip. Hát tehát azért volt ilyen 30%. Öcsém, mekkora itt hodály. Azért megint kifogtam a tutit. Viszont ebbe aztán minden is belefér, nem? Na, oké. Nézzük, hogy mennyi az annyi. Hát olyan 80 ezer körülre számítok, vagy még annyira se, 70 ezer inkább. Olyan 70 ezer liter jött le belőle, viszont ennek ilyen több mint 2500 ára szokott lenni, nem, srácok? Ez mondjuk, hogy elég baráti lesz. Ugye az egy ilyen jó
200 ezeret fogunk érte kapni, úgyhogy fel fogunk menni egy olyan elég jó árba veszünk. Na gyerekek, ezt most akkor hogyan meg? Olyan szinten megzavar egyébként ez az irányítás ennek a kocsinak. Ezt el nem tudjátok hinni. Hát hogy ilyen tök nagyot fordul, az első kerék ki van tekerve. Maga a kocsi olyan idegesítő, hogy látod mit mivel? Hátsó kerék kifordul arra. Nem tudom, akkor inkább valami forgózsámolyos megoldással oldottál volna meg, vagy nem tudom. Na 75 ezer, nézzük meg a babnak az árát. 3180, szerintem az egy nagyon jó ár, nem? Én úgy gondolom, hogy az egy nagyon jó ár, és szerintem el is fogjuk annyira adni, nem is kell messze vinni. Nem is kell messze vinni, úgyhogy el is viszi a keeper, és akkor el is megpróbálom eladni. Mert nem biztos, hogy ez be fog férni oda. Hát nagyon remélem, hogy befér. Vajon 75 ezer liter. Hány literes a izénk? Ez a kotlánk, amink nekünk van. Mert akkor igazából elvihetném azzal is, dollival. Mind van nekünk? Az, amit nyomtam. Nézzük, hol van ez a kotla. Én nem vettem észre, hogy... Nem látom sehol. Há, itt van-e? Ez 60 ele, jó, hát akkor nem akarok kétszer fordulni. Menjünk ezzel, megpróbáljuk. Remélem, hogy fog működni a dolog. Jó, a gyerekek, addig meg igazából mennek a vetők. Nézzétek, oda nézzetek, milyen szép, egy gyönyörű, látod? Jó! Na, ez a kettő kondor vető, a kettő nagy kombány, azért ezzel lehet dolgozni, nem? Figyeljetek, tényleg egy rész alatt megcsinálsz minden műveletet. Egy rész alatt. És ugye részenként, hogyha lesz 20 tyúkolunk, akkor konkrétan tudsz keresni olyan 1,3 milliót kerestünk, 2,6 milliót egy rész alatt tudsz keresni. Hát ugye a tojással. Ezen a... itt. És akkor azok még nem számoltuk a marhát, meg ugye mondjuk a birkatenyésztést, úgyhogy egy csomó minden még össze. Egyébként nyílen húzza, látjátok, hogy 40-nel hasítunk? Azt vágjátok? Az tök jó. Nem tudom, hogy ezt tudná szalmát tárolni, mert akkor érdemesebb ezzel úgy elvinni a szalmát, meg annak valószínűleg súlyosan nagyon van. Hát valamennyi van, de nem annyi amennyi. Na gyerekek, ide, hogy ez be fog-e férni, arra nagyon kíváncsi leszek, de lehet, hogy nem. És akkor nagyon beszumizunk. Az eleje jó lenne beférni, mert akkor... Mint egy gyerek. Ez nem lesz jó nekünk, gyerekek. Becumisztunk? Mondjátok, hogy becumisztunk? Hát ez... Figyeljetek, ez nem tudom, várja. Ez nem tudom, hogy lesz megoldva. Ezt lehet, hogy Keeper ezt lehet, hogy benézte. Ez nem fog ide bejönni. Öcsém, ezt hallod, nem tudod megtolni se akkora. Akkor hol kell hoznom egy időt? Pautot. Na? Öcsém! Te hallod, most megpróbálom kinyitani, talán eltolja az elejét. És akkor ki tudnám ide önteni. Hát nem pont erre gondoltam. Így, gyerekek. Át tudom húzni? Mert akkor legalább húzom át ide. Ide beleszoruljak ezzel a nagy döggetel. És ez sehol máshol nem tud üríteni, ugye? Csak a csövön. Ez elég szomorú. Hát akkor izét, gyerekek, ezt nagyot akart a szarka, csak nem bírta a farka, mi? Vagy hogy szokták azt mondani, de egyébként mozgatni nem tudod ezt, érted? Így keresztbe hosszába rúgva azért. Jaj, nem fog kiférni így. Jaj, gyerekek. Ugye keresztbe, ne erről beszéltem, nézd meg, keresztbe szedte a kerekét. És ugye nem úgy húzod, mint egy normál pótkocsit. Na jó, akkor itt meg. Hanem... Hát, át kéne fognom rá. Ki kell húznod egyenesbe, mert különben nem fog kijönni. Ó, te fiú, pont ezeket. A francnak kellett ez az a kocsi neked. Hát ott most egyenesben vannak a kerekek. Oké, így tudtad kihúzni. Csak most próbáld meg ezért elfordulni vele. Nagy merev döggel.
Hát ez jó, megszívottam magam, gyerekek. Jó, megszívottam, de ennyire vissza is vihetem, mert úgyis vissza kell vinni. Helyöttem egy fölösleges kört. Ekkor hülyét. Nem baj, megy a vetés, úgyhogy az vigasztó, hogy megy a vetés. És amiatt ne... És azt a rohadt életbe, gyerekek. Ez nem lett jó ötlet. Ez nem lett jó ötlet, apám. Ezt nem ide tervezték, ezt a odájt. De legalább megjárattuk, gyerekek. Ja, édes Istenem, mekkora ez, hallod? Hát ez figyeld ma. Te Isten, hallod? Ez közútra, ez szerintem ilyen... Nem is hozhatod, nem? Ta... Kész IH 620-as se ide. Nem egy olyan kicsi jármű, de... Az kétszer olyan széles kb. Jó, ott vihetem vissza, lol. Ilyen hülyét! Te Isten! Viszont a szalmát azt te tudnál vinni. Mondjuk az meg 90 ezeres, ez meg nem nagyon érdemes ezzel rinkódni. Jó nagy ívbe fordulok. Nem nagyon tetszik ez az átrakók, hogyha egyébként, úgyhogy valószínűleg meg fogjuk venni a gyárit, mert ez valahogy rácsesztünk ezzel. Tudom, hogy már megint pénzbukási van, de hát nagyon nem tudok vele mit csinálni. Jó, mondjuk itt lehet, hogy jó lenne a telepen, nem tudom. Hát ez nem sikerült. Ilyen hülyét minden, komolyan mondom. Na viszont akkor ezt le kéne csatolni, és akkor kéne hozni a dollit. Mégiscsak kell a dolli. Egyébként a dolli is dedikált lesz, tehát minden egy eszköz előtt, alatt, amire kell, ott lesz egy dolli, tehát nem az lesz, hogy itt mindig a dollit húzkodjuk ide-oda, hanem elég lesz majd a traktorral átállni. Csak most egyelőre egy dollim van, amiatt eléggé nehéz ugye megoldani, hogy kettő legyen. Oké. Okay. Gyerekek, a vetőgépek az utolsót húzzák. Megvan a vetés. Úgyhogy tök jó. Ezt meg eladjuk akkor. Vehetünk még egy kört. Istenem, ilyen jét. Hát de figyeljetek, a hibákból tanul az ember. Ugye, úgy mondtam, egyébként ez a kotla, ez a valami. Ez, jaj, ne, ez a dollival, meg ezzel tolatni. Ez a kotla, ez a keverő, ez lagoltat. Ennek a közelében vagy, akkor lagolsz. Ez tök brutál, érdekes. Nya! Hajrá még egyszer, gyerekek! Hajrá még egyszer! Jó rácsesztem. Na milyen helyzet van, azok beálltak oda izébe. Beálltak ide. Figyeljetek, hát ezek végeztek. Álljál meg! Jó. Piroskát is meg kell állítani, mert az nem tudom, hogy hova tart, de ne tartson sehova, oké. Okay. Vagy leordom a földről egyelőre, ott húzok egy... Ott... A vadászles van baj, ugye? A vadászles az meg tudja itt szivatni az ember. Itt mindjárt húzunk egy csikit. Úgy. Meg mindjárt... Ott is. Húzunk egy csikit. És konkrétan akkor igazából máshol megoldódott a helyzet, ugye? Tök jó, bírom egyébként, bírom. Az a terv, hogy ebbe a részbe akkor vegyük meg az összes eszközt, jó? Eszközt is állítsuk be őket, de nézzétek, ezzel konkrétan Maja sárga kirovec ennyit használt. Látjátok, hogy mennyi van benne még, tele volt, ugye? És konkrétan akkor nem kell, szinte kettőször tudod használni, hogyha két géppel mész a területen. Tehát nem kell mindig újra tölteni, arra akartam kiugadni. Egyébként azon filózok, hogy ezek a vetők, azok valószínű, hogy itt fognak lenni egymás után, mert igazából tök mindegy, hogy egymás mellé rakod őket, vagy egymás után. Ide kellene beállítanom őket, és akkor ahogy jönnek ki, akkor ugye egyből megy az újratöltés, ahogy most is például. Úgyni. Úgyni. Kell műtrágyát hoznom mindenképpen. Srácok, mennyi izéke? Úristen, hallod. Nagyon sok műtrágya, meg ilyen vegyszer, meg minden kell. Oké. Okay.
Na, akkor abba gondolkoztam, hogy a vetők azok itt legyenek, jó? És akkor ide fogom hozni a másikat is. Most rendben rakom itt a dolgokat, jó? Logisztikailag legoptimálisabb helyre fogjuk pakolni. Természetesen majd le lesz gömbölyítve a föld, akkor valahogy máshogy fog elhelyezkedni, de úgy nagyjából próbáljuk meg megcsinálni azt, hogy tökéletesen kézre álljon minden, amikor kell vetni, vagy amikor kell aratni. Na, úgyhogy akkor ez meg megy mögé. Hozok egyébként mindent, műtrágyát, meg mindent, és akkor nem lesz ez ebből gond, hogy ugye kevés van. Kell hozni rengeteget, aztán oldódjon meg ez a helyzet, hogy ne kelljen minden részbe tényleg menni. Na, akkor a kettő darab vető innen fog indulni, dedikált gépekkel, ugye? Ez itt tök jó. A kombájnok sem legyenek túl messze szerintem. Viszont azokat ugye nem kell tölteni. Most ezt csuktam be, ez nem is kell becsukni. Viszont azokat nem kell tölteni, tehát azok jöhetnének innen. Ugye amiket kell tölteni gépek, azok meg ott onnan induljanak, ahol van lerakva a raklapos cucc. Jó. Hát, hogy van itt egy eke, az ekét is valószínűleg hogy el fogjuk innen paterolni. Azt lehet, hogy elviszem magammal, nem adom el, mert igazából... igazából az valószínűleg hogy kelleni fog még. Jó, akkor ő jó itt, ugye? Ezek a földmunkáló gépek. Vetés, aratás. Vetés, aratás megvan. Gyakorlatilag kettő géppel, ugye? Milyen tök jó. És legnagyobb kombájnok, nem a legnagyobb, de szerintem tök jó használható vetőgépek, amik marha gyorsan ugye meg tudják csinálni a dolgot. Akkor amire szükségünk van, hát venni kellene a GCB-vel, eszközt venni ugye, az valahol itt van. Mi van még itt egyébként, ami nekünk esetleg nem kell? Hát, az átrakó kocsi az valahogy nem nyerte el a tetszésem. De még adunk neki egy esélyt, hogy a búzával hogy fogunk vele boldogulni. Igen, ő marad. Mindjárt meg kell venni a GCP-re ugye az eszközöket. Ami azt jelenti, hogy ugye a 24 méteres műtrágya szóró kell, meg kell még egy GCP. Ugye a gyerekek, el kéne adni a jövőt közben. Meg kéne adni. Mindjárt gyerekek, oké? Okay? Mindjárt csak megpróbálok megcsinálni mindent elég gyorsan. Ezt be kellene ide vinnem. Egyébként tudom, van benne műtrágya, nem számít. Azért itt nem fogunk vele vinkordni. Meg... be kéne vinni ezt is. Ezt a gépet. Ja, meg az ifát is el kéne adni. Gyerekek, szegény ifa is megy a háztól, a másik ifa az megmarad. Hogyha véletlenül gyorsan kell valahonnan valamit vinni, akkor az legyen elég nagy a kapacitása, ugye. Ez az ifa, ez megy a háztól. Ugye, mivel elég nagyok az eszközök kapacitásra, nem kell után tölteni menet közben már őket. Gyerekek, 9000, de csodálatos dolog. Ő meg 2000, igazából lényegtelen is, hogy mennyi, nem azért csináljuk ugye az eladását. Konkrétan robogunk a szezon egy vége fele. A szezon egy vége fele. Szándékos volt, hogy így kifordítsam. Oké, srácok. Egyébként írtátok, hogy csinálhatnám azt is, hogy még egy ilyen eszközt, és akkor ugye annyi történne, hogy folyékony műtrágyával is tudnám használni, és akkor konkrétan két ilyen eszköz lenne. De én megmaradok a műtrágyánál, ne az legyen, hogy kettő eszköz, meg bele fogok keveredni az izé tartályokba is. Valahogy jobban tetszik, hogy legyen legalább szilárd. Nekem az úgy jobban tetszik. Nos, látszok, akkor amire nekünk szükségünk van, ugye műtrágya technology, ezt beszéltük, ugye, a vásárlás, meg ezt fel is vesszük, és már is Viola Benzerinek mondom, hogy már is nem olyan kicsik látod ezen a
gépen ezek az eszközök, mert mondta, olyan furcsának tűnnek, hogy ilyen nagy gépre rakom a kicsi eszközöket, annyira nem is kicsi ez ma. És akkor meg is kellene tölteni mindent, és ha már itt vagyunk, akkor annál kevesebbet kell ugye vinni. Kellene venni bőven gyomírtót. Egy, kettő, három. Meg kellene venni. Ez az egy bajom egyébként ezzel, hogy ezt csak így tudod. Ilyen kicsivel, és ez olyan sokat kell belőle venni. Ezért lehet, a folyékony jobb lenne, mert ugye az 2000 liter. Megtöltjük, és akkor ez a gép, meg hogyha még egy ilyen van, akkor konkrétan le tudja nyomni a területet, anélkül, hogy ugye be kellene neki jönnie a földről. Meg ugye után kellene tölteni. Úgyhogy egy darab gép. És akkor kellene még egy, viszont arra lehet, hogy nem lesz meg a pénzünk ám, gyerekek. Nem nagy traktor, közepes. Arra valószínű, hogy nem lesz meg a pénz. De, meg lesz a pénzünk. De mindenre nem lesz meg a pénzünk, úgyhogy el kell adnom mindenképp a... El kell adni mindenképp a babot. Meg ahogy is el kell adni a babot, úgyhogy... Mindenképpen srácok. Oké, ebben a részben mindenképp megvesszük az összes eszközt. A következő részben ugye... megcsináljuk a gyomírtást. És megcsináljuk a permetezést, és megcsináljuk a műtrágyaszorást, és a, ugye el fogunk menni aratásig, és addig ugye a tyúkok fognak annyit termelni, hogy meg tudjuk venni a következő 10 darab tyúkollat. Úgyhogy a következő részben mindenképp meg lesz a 10 tyúkol, megvesszük bele a tyúkokat, és utána legömbölyítjük a területet, és akkor tényleg akkor költözés lesz, és a költözés az szerintem tudjátok, hogy hogy fog zajlani? Valószínű, hogy az 50-es MTZ-vel, amivel kezdtünk, azt lehet, hogy visszavásárolom, hogy az tényleg legyen egy ilyen kobola járművő, és akkor visszük a lakókocsit. Visszük a lakókocsit, srácok. Az valahogy legyen egy ilyen, amit így végigviszünk a sorozatba, és mindig így kiállítjuk. És azzal gyakorlatilag a lakókocsi folyamatosan egyik helyről a másikra kerül. A gyerekek, ott pörög a lóvé, nézzétek, pörög a lóvé. Meg még az átrakó kocsiban még van egy kevés. Az átrakó kocsi egyébként egy ilyen mozgó silónak tök jó. Csak az a gond, hogy modol traktor kellene hozzá, vagy pedig reamód nélkül játszani, de nekem az a reamód ezt tök tetszik. Vagy nem tudom, írjátok meg szerintetek, melyik lenne a jobb megoldás. Azért jó, egyébként nagyon sokat bakizik a keeper, vagy csinál. Én inkább azt mondom, hogy ilyen zsákutcákba belemegyünk, amiből ugye úgy kell kijönnünk. Például földet veszünk, ezt mégse kell, és akkor eladjuk, meg letelepedünk valahova, és akkor mégse, és akkor odébb megyünk. Például ami csirkéket ugye 6 darab ólat leraktam, amit el kellett adni, át kellett ide költözni. Viszont ez szerintem sokkal jobb hely. Így belefutunk olyan zsákutcákban, amiben elég nehéz kijönni, meg ugye anyagi veszteségünk is van, de szerintem azért annyira rosszul nem állunk. Ahhoz képest, hogy kezdtük. Mindig ezt emlegetem, de egyébként mindig eszembe jut, hogy úristen, hogy kezdtük. Hogy izéve 600 euróval, tök jó, tök pirom, tetszik. Tetszik, nagyon, nagyon élem. A srácok. Tök jó, hogy nem is kell az átrakó kocsi, meghajtanod, hogy kiadja. Ez tényleg egy ilyen mozgós ilónak. Csak az a baj, bele tölteni ugye nem tudod, hanem csak maximum kombájról, vagy más átrakó kocsiból. Na, van 15.821, még ezt eladom mindenképpen, mert ne legyen itt. És akkor megveszük a másik GCB-t, megveszük a másik eszközöket. És akkor konkrétan annyit kell csinálni, mindig, akkor miért mondom újabban mindig konkrétan, túl sokat ismétlem ezt a szót, azt vettem észre. És akkor azt kell csinálnunk, hogy... Megint majdnem azt mondtam! Időt kell pörgettünk, de jó az a tó, ezt nem is láttam. Baza, itt megyek el mindig mellett, és nem is láttam azt a tavat.
Tök durva. Mindig eszembe jut egy ilyen, amikor szoktam játszani játékok, hogy van olyan, amikor így a készítők elkészítenek egy egész pálya részletet, és lehet, hogy soha nem találkoznak vele, a játékosok 99%-a az így elkerüli, soha nem látja, és mégis mennyit dolgoznak vele. A pénz, gyerekek. Megint egy csomó, azért belegondoltak, mennyit kerestünk? Hát elvertünk, mennyi pénzt vertünk el? Mit is vettünk ebben a részben? Megvettük a kondort, ugye? Meg az eszközöket, és megint 500 ezerünk van. Wow! Annyival indultunk a rész elején. LOL! Figyelj, minden részben jön a lóvé. Meg hogyha meglesznek a marháktól ugye a tejet azt tök egyszerű lesz állítani, meg tárolni. Tárolni azt hiszem, hogy talán végtelen mennyiségű tudsz az izébe? A listálóknál? Ugye, onnan kinyered konkrétan a tejet? Az végtelen mennyiségű tudsz? És utána meg ugye tartályautókkal tudod szállítani, tök egyszerű, nem kell rakodni, nem kell még izé, még autólódozni is, nem kell raklapot pakolni, és ez nekem nagyon tetszik. És abból megint ugye szövénytelen mennyiségű pénz jön, közben az extrém nagy földeket fogjuk munkálni. Hát, srácok, a végén még a Keeper megcsinálja az 1 milliárd eurót, ugye? Jó egyébként, most részenként, hogyha jön, már most szerintem a részenként ki tudnánk hozni belőle ebből, és nagyon nekifeküdnék, most egyébként egy kicsit ilyen tinglit anglizunk, kicsit ilyen pihenősen játszom, mert ugye kezdek kifutni ebből. Részenként már most, meg lenne a következő sortjukból, szerintem ki tudnék hozni minimum 2 milliót, ugye? Hát akkor is még 500 rész, de az már nem teljesítetlen, mert ugye már lassan 100 résznél vagyunk. És ugye ennél csak több pénzt fogunk keresni. Úgyhogy ez tök jó lesz. Na jó, akkor ezt itt lecsatlakoztattam, a dollit kiviszem innen, mert az akár mikor kölhet bárhova, úgyhogy ez itt előtte lesz, és akkor mindig föl tudom venni. De egyébként delikált dolli lesz mindenem, szóval nem így fog ez működni. Oké, srácok, a készíját azt ide rakom, mert ugye itt igazából ezeket az eszközöket kell vontatnia. Így. És jó minden, annyi, hogy akkor meg kellene vennünk a következő GCB-t. Írtátok egyébként, javasoltátok, hogy vegyek egy másikat. Nagy traktorok. Ott van. Ez a GCB ugye meg... Nem, hát ez teljesen felesleges. De viszont nem akarok izé, nem akarok ilyen modolt MTZ-kkel, meg ilyenekkel most jelenleg itt. Úgyhogy azt csináljuk, hogy közepes traktor GCB, megveszük rá a két eszközt. Ilyeneken. Szerintem ez jó. Nem tudom, hogy egyébként kellene a széles kerék. Lehet, hogy nem is rakok rá. És így legalább igazából meg is tudom különböztetni a kettőt, ugye? Ez sem lenne egy rossz megoldás. Akkor kellene az eszköz, kellene a műtrágya technology, igen, ez, oké. Okay. Meg kellene akkor a növényvédelem. És ugye, ha melyik a mega, ugye? Ez volt az. Ez mind a kettő 24 méteres. Jó. És akkor fölkapjuk őket. Oké. Okay. Micsoda csodálatos, mi? Ez megy az hátuljára. Ő megy az elejére. Aztán már mehet is, gyerekek. Egyébként nem olyan nagyon... Figyelj, nézd meg, hogy mekkora ez a műtrágyaszóró. Nem olyan kicsi ezen a gépen szerintem. Jó, lehet, hogy a régebbire gondoltál, Bence. Amelyik ugye volt nekünk az a modolt. Tök jó, ilyen automatikusan csukorik, mint a babakocsinak úgy néz ki ez a teteje. Még kellene vennem egyet. Egyébként vannak ilyen állomások, ugye, ilyen lerakható modok, ahol tudsz venni, és akkor nem kell itt folyamatosan hordanod a műtrágyát, vagy akármit is, csak nem tudom, hogy rakjak-e
berakni olyan módot. Sokszor nem merek szinte, mert mindig lecsesztek, hogy csitelek. Nem is tudom, ez csak azért érdekességképpen mesélem, mert egyáltalán nem sértődtem meg rajta, meg nem is zavar, hogy volt egy srác, aki írta, hogy hát nagyon csites dolog volt eladnom a rábát 50 ezerért. Így gyerekek, nagyon jó, szuper. Ezeket lehet, hogy annyit csinálok vele, hogy ezeket, nem, elmegyünk az egyikkel, meg elhordom őket gyerekeket, legyen gameplay, ne gameplay-en kívül játszunk. Ezt elmesélem, na, hogy nagyon csites volt, hogy 50 ezerért vettem a rábát, mert 60 ezerért, vagy 50 ezerért adtam el, mert 60 ezerért vettem. És ez nagyon csites volt, és kiszámoltam komolyan, százalékosan, hogy mennyi 11 ezer a boltba, és 7700-at adtak érte, és kiszámoltam, hogy az konkrétan pont a 70%-a, és ugye, hogyha a 70%-át veszik a 60 ezernek, az meg 42 ezer, tehát 8 ezerrel, igen, drágában adtam el a rábát, 8 ezeret nyertem rajta, de szerintem az annyira triviális összeg, jelentéktelen, hogy ez beszélni nem érdemes róla, nem? Most, hogyha belegondoltok, mert igazából ilyen töménytelen mennyiséget keresel most már itt a játékban. Most 8 ezerrel többet, ugye 42 ezerért kellett volna eladnom a rábát, én meg eladtam 50 ezerért. Mert ugye nem számoltam ki százalékosan pontosan, hogy mennyiért kellene volna eladni, de ezt gondolom nem az a 8 ezer váltja meg itt a világot. Sokkal hatalmasabb összegeket bukunk gyakran valami értelmetlen hülyeség miatt, ugye. Egyébként ez a dupla kerék néha ilyen túl széles, mindig így elepedek vele. Oké, gyerekek. Jó. Egyébként tök jó, én ezt például nagyon imádom ebbe a gépbe, hogy gyors. Hogy nézzek, nem izé 40-nel kell leket csinálni a telepre, hanem például 65-tel vagy 60-nal. Ami nagyon jó, én nekem ezt élvezem. Milyen köd van, de durván néz ki. Ezt tök élvezem, mert ez egy hasznos dolog. Ez egy marha hasznos funkció. És nem bírom abba hagyni, komolyan mondtam. Ne haragudjatok, nem bírom abba hagyni. Annyira az a durva, hogy nem is tudom hányadik, talán 70. rész környékén vagyunk, annyi még talán nem. 60... 65. Bozza, nem volt ma sors kártyanap? Nem hiszem, hogy volt ma sors kártyanap. De annyira élvezem, hogy nem bírom abba hagyni. Mármint így... Egyszerűen nem tudom megújni. Tök jó, hogy van kihívás. Farming Simulator 22-ben is ki kell találnom mindenképpen valami jó kihívást. Na, gyerekek, akkor rend is van konkrétan. Figyeljetek, ott vannak a pótok. Itt van 2 kombány, itt van 2 vető. Kész. Egyszerűen kész. 200, van még 227 ezrünk, srácok. Akkor meg is vehetném ugye a tyúkvólakat. Hát srácok, akkor mit ad vissza minket, nem? 226 ezer, abból tudnánk venni egy csomó tyúkollat. Vegyek? Vagy valamire kell költenünk? Azon agyalok. Igazából semmire nem kell költenem, ugye? Meg kéne vennem a tyúkollakat? Ugye akkor még többet termelne. Azt a betyár gyerek. Jó, nem tudom megvenni, mert még ugye nem raktam be azt a modot, aminek köszönhetően ugye több állatot tudsz tartani, vagy több ólat tudsz lerakni, mint 10, mert gyárilag ugye csak 10-et tudsz lerakni, úgyhogy most hiába is próbálkoznék, elvileg írná, túl sok óla rendelkezzen, először adjál néhányat, látod? Ugye van egy olyan modifikáció, amivel ezt ki tudod tolni, akár többre, és az mindenképpen ugye be kell raknom, de úgy csinálni meg valamit, és szerintem tudom is, hogy mit fogok csinálni. El kéne adni ezt a rohadt szalmát. Ezt mindenképpen el kéne adni, mert ezt a rohadt keverőt ezt el akarom adni, mert esküszöm. Figyeld, ide jövök. Valamikor így elkezd zúgni. Igen, és így lagoltat. És látod, és csomószor nem jössz rá, hogy úristen, mitől lagol a játék. És lehet, hogy egy ilyen hülyeségtől, hogy van egy ilyen ól, vagy egy ilyen keverő, azt ránéd, azt lagoltat. Látod? Ránézek és lagoltak. És elnézek másfele. Ugye? Kijössz a körzetéből és nem lagoltak. Na várjátok, hát megpróbálom elmenni erre, nem? Nézzük meg mennyiben húzza ez végig. 33-32, egyébként ezt a füves területet nem szeretik. Ez a real mód, ez olyan szinten visszafogja a gépeket, hogy az őrület. 22.
20% sleep, gyerekek. Csúszik a füljön ez a szarra. Egyébként ilyen utakat is kialakíthatnék ennyi erővel, meg be. Később mindenképp az lesz. Komolyan. Később mindenképp azt tervezem, hogy fogok venni területeket csak azért, hogy utakat fogok csinálni. Komolyan. Igényesen meg fogom csinálni, ígérem, nem ilyen kókány szarok lesznek. De csinálok utakat. Hogy tök jó helyen tudjak elmenni, például eladó helyekre. Vagy pedig egyik telepről a másikra. Fogok mindenképpen. Valószínűleg nem modolok be ilyen különböző dolgokat, hanem annyi, hogy beton csikokat fogok lehúzni, ezt tök igényesen megcsinálom. De legyenek utak, mert itt is például... Milyen, valószínűleg azért megveszek, kisajátítom a területeket, mint a kormány szokta, amikor ilyen útépítés volt, tudjátok. Nálunk is izé volt ilyen, amikor itt akarták csinálni ezt az M76-ot, vagy melyiket. Aztán elvetették, mert nincs rá a pénz, az kiderült. Az tök jó, úgy félig megépítették az utat, az a durva. Ugye régebben volt róla videó, hogy egy ilyen gyorsforgalmi utat akarnak itt csinálni, hogy Zalaegerszeg szektor ugye Balaton-Szentgyörgyig, és akkor ugye Egerszegtől konkrétan ilyen gyorsforgalmi úton el tudtál volna így jutni Budapestig. Aztán így félig így elkezdték csinálni, meg kijelölték, meg ásatást végeztek, meg már széttúrtak minden. Erre meg így a... bejelentették, hogy opa, bocs, nincs pénz rá. Felejtsétek el. De most így... iszonyat nagy összegeket beleöltek eddig, és akkor mégse. Jó, de nagyon rossz ára. Direkt egyébként nem néztem meg a szalmát. Nem annyira zavar. Az a lényeg, hogy hordjam ki abból. Legszívesebben egyébként eladnám azt is. Silóstól ajátok azt a izét, azt a cuccot, hogy minél hamarabb megszabaduljak tőle. Igen, gyerekek, figyeljetek, a következő részbe be fogjuk fejezni. Be fogjuk fejezni a szézont. Azt már most érve. A következő részbe, gyerekek, befejezzük. Tisztjukor, lerak, legömböjít, kész. De durva, ez milyen durva. Hogy mennyire begyorsul a játék. Az, hogy először ugye még 20 ezeret is összekaparni. Három részig tartod, vagy ötig, és meg így milliókat össze tudsz csapni majd. De ebben a részben, igazából ebben a részben nem olyan túl sokat kerestem, ebben a részben szerintem egy ilyen 300 000 körül kerestünk. Talán. Nem is tudom, nem is figyeltem. Nem is figyeltem, lol. De az előtti részben ugye 1,2 milliót kerestünk. Már most a két rész alatt ugye 1,5 milliót biztos így kerestünk. Tehát részenként egy olyan 700 000 biztos, hogy bejött. Ugye? Ez nagyon minimum. 750 000. Azért az úgy nem olyan rossz, nem? Nem tudom, legalábbis én úgy érzem. Mennyi van ebben még, mert megborulok? 189 ezer, lehet, hogy fogom azt kiengedem még a... Nem tudom, hogy melyik pótkocsik tudják. Ugye ránézek, jó? Aztán figyelj, beengedem valamibe. Nézzük meg, hogy esetleg tudja valamelyik. Ez nem tudja, azt látom már. Az átrakó kocsira vagyok kíváncsi, hát tudja. Jaj, nem tudja. Nem tudja. Akkor figyeljetek, mennyi maradt benn? Mi eladom azzal együtt? Esküszöm, esküszöm. Gyerekek, komolyan mondom, eladom ezzel együtt. Megőrülök vele. Nem szeretem. Ezt a hamstert meg el fogjuk vinni magunk. Ez a hamster, ez mindent kivér, úristen. Na várjátok, el tudom adni, úgyhogy van benne cucc? És nem érem, hogy el tudom adni, mert komolyan már nem. Már elegem van belőle. Na, ez hol van, ez ilyen legvégén lesz biztos. Úgy gyerekek, van nekem egy ilyen gabonasillóm, ezt is el kellene. Igen. De jó, az értékesítés. Azt a rohadt életbe, hát értékesítésre kerül akkor. De durva, hát ezt nem is tudtam. Igen, ezt is eladtuk. Igen, bazzai, nem kellett volna... Jaj, te hülye vagy! Nem kellett volna nézni, de jó szalárba veszik, vagy adja el, úgyhogy... Mixing Shiloh. Oké. Okay. Hál' Isten, eltűnt innen, gyerekek. Hál' Isten. Eltűnt, és van 300 000-ünk. Hát abból konkrétan fele volt már meg tudnád csinálni. Nem, itt valami más lagolt a gyerekek. Itt valami lagoltat. De hát jó, nem annyira zavaró. Itt nem fogok sokat tartózkodni, csak a tojást hordjuk, meg ide jövünk mindig aratni, megvetni.
Oké, gyerekek, és akkor szépen meg fogjuk csinálni. Következő részben ez a szezon, ez nem ki fog futni. Befejezzük itt a dolgokat, és akkor odébb tovább fogunk állni. Jó? Oké? Okay. Ekkor igazából ennyi volt ez a rész. Következő részben időpörgetés, holvásárlás, gömböítés, és odébb állunk, gyerekek. Megtörtént ez. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!